Érvénytelen lett a parlamenti választással egy időben rendezett úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás. A 70%-os választási részvétellel szemben csak 44% adott le érvényes szavazatot, ezzel nem sikerült elérni az érvényességhez szükséges 50%-ot. Az Unió által homofóbnak, diszkriminatívnak és az értékeivel ellentétesnek tartott, tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvény újabb frontot jelentett Budapest és Brüsszel között.